Ahogy ígértük, most a magyar csapat kabaláival, furcsa szokásaival folytatjuk a munkát. Megint vendégünk Kisnemes Veronika, sportpszichológus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Nagyon sok mindenről lehetett már, és hála Istennek egyre több információt tudunk meg a fiúkról. Például Dzsudzsák édesanyjával beszéltünk, aki mondta, hogy ez valódi és igaz a hír, hogy nem fog borotválkozni az EB végéig. Ezek a kabalák vagy ilyen babonák mennyire jellemzőek a sportolókra? Nagyon jellemzőek a sportolókra, és sokban tudják őket segíteni, azt gondolom. Ugye a kabala az egy szerencsét hozó tárgy vagy cselekedet, amiben hisz a sportoló, hogy erőt fog adni, neki segíteni fog a sportolása ez során. Ez egy placebo hatás, nem? Hát akár ennek is hívhatjuk, de hát hogyha erős mögötte a hit, akkor mindenképpen segít. Szükséges, igen, hogy szükségesek ezek, és meddig egészséges? Tehát amikor már valaki nagyon kényszeressé válik, most nem megbántva bármelyik sportot, de például egy Nadal esetében, aki odáll a szervához, az ellenfélnek már azt se tudja, hogy leüljön, mert egy fél óráig szervál, mert ezt igazítja, azt igazítja. Tehát mikor, meddig egészséges ez a dolog? Hát a sportpszichológiában mindig arra törekszünk, hogy fokozzuk a teljesítményt. Amíg az ő teljesítménye nő a kabalái hatására, addig azt gondolom, hogy a sportban ezt egészségesnek tekinthetjük. Amikor mondjuk már azért bukik, vagy azért romlik a teljesítménye, mert már ilyenből túl sok van, akkor ez már problémát jelenthet. Hogyan tudja ezt fokozni? Tehát mi ennek a pszichológiája egyébként, hogy valaki ugyanabban a melegítő nadrágban lép állandóan, vagy hát hasonlóban biztos van egy pár szettje. Hát azt hiszem 14 vagy 15 melegítőt fogyasztál például a király egy év alatt, vagy szezon alatt. A biztonságérzetet növeli, én azt gondolom. Ugye azért külföldi pályán játszani, ott nyilván hasonlóak a pálya körülményei minden egyes állomáson, de azért a biztonságérzet, tehát hogy valami az enyém, stabil, ott van velem, erősít engem, ennek óriási jelentősége van. Ezt fokozhatja azoknak, akiknek segítség egy kabala. Aki meg ebben nem hisz, annak meg mindegy, hogyha adunk egy macit, mert nem fog segíteni. Igen, ki mi alapján választ kabalát például? Hát van, aki választ, mert mondjuk sportágához egy nadrág lehet, hogy kötődhet úgy, hogy ez egy választás, de vannak olyan kabala választások, amik alakulnak. Tehát, hogy vagy kap díjazásként valamit, ami később azzá válik, vagy családtagtól egy olyan ajándékot, amit fel tud ruházni ezekkel a mágikus erősítő érzésekkel. Én nagyon sokat sportoltam életemben, meg voltam válogatott is, ennyi ember előtt soha életemben nem játszottam. Hogyan lehet azt elérni, hogy ez az embert ne lenyomja, tehát ne az van, hogy úristen, meg kell felelnem, és mit fognak szólni a szurkolók, és ugye azonnali visszajelzés érkezik a szurkolóktól, hanem hogy ez motiváló erővel hasson. A mentális felkészülésnek a stresszkezelés ez egy nagyon-nagyon fontos része. Tehát mindig tanulunk a sportolókkal olyan relaxációs technikákat, légzés technikákat, amit ő ott élesbe a helyzetbe is tud használni, illetve föl tud készülni vele a megmérettetésre. Hogy egy olyan optimális teljesítmény állapotba kerüljön lelkileg, amiben a maximumot ki tudja magából hozni. Igen, de a drukk az teljesen normális. Az kell is. Hát, hogyha nincs drukk, akkor elalszik a tévé előtt. A jó stressz, az kell, csak az jó stressz legyen, és ne a deprimáló stressz legyen. Igen, ez nagyon fontos, és ezt be kell tudni állítani. Ez van, akinek ösztönösen megy, van, akit meg biztatnunk kell rá, hogy megtalálja a módszereket hozzá. Ma már 2016-ban működik-e élsport pszichológusi támogatás nélkül? Hát azt gondolom, hogy egy szintig igen, aztán egy szinten túl óriási pluszt jelent, tehát nem érdemes kisporolni a felkészülésből, mert hátrányba kerül az, aki ezt az ágát nem használja ki ma már a tudományoknak. Na jó, legyen így, nézzük továbbra is a fiúkat, remélhetőleg. Fantasztikusak voltak a fiúk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.